A pályaválasztási bőrze célja, hogy a végzős alapiskolások számára tájékoztatást nyújtson a továbbtanulási lehetőségekről, és segítse a megfelelő középiskola kiválasztását. Elképzelésünk van, a Szabó Gyula 21 szeretne továbbtanulni, mint fodrász, kozmetikus vagy virágkötőnek. Hát ez a három, ami megfogta őt, majd aztán eldöntjük, hogy mégis mit. A pályaválasztási bőrzén a csallóközi szakközépiskolák mellett ezúttal két pozsonyi is bemutatkozott. A Pozsonyi Műszaki Szakközépiskola két olyan szakot kínált a végzős alapiskolásoknak, amelyet a régióban nem tanulhatnak. Mindkét szak, az aranyműves, ékszerész és a fegyverkészítő szak is jó megélhetést biztosít. A fegyverkészítő szak eléggé keresett, ugyanis hát, ahogy látjuk, a világ fegyverkezik, mindenki már tart otthon egy kisebb-nagyobb fegyvert önvédelemre, viszont a javítás, a karbantartás mindig bizonyos gondokba ütközik, mivel nincsenek szakemberek rá. A Dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola minden évben bemutatkozik a bőrzén. Az oktatási intézmény által kínált tanulmányi szakok ma hiány szakmáknak számítanak. Nálunk végzett diákoknak van munkahelyük, tehát utána, aki elvégzi a három éves szakmát, keresettek a piacon, a munkaerőpiacon, viszont a diákjaink száma pedig kevés ahhoz, ami a keresletet kielégíteni. A munkaügyi hivatal munkatársai felhívták a figyelmet, hogy a munkaerőpiacról ma hiányoznak a jól képzett szakemberek, ezért a szakmunkás képzés felé kell irányítani a fiatalokat, hogy a tanulmányok befejezése után ne a hivatal nyilvántartásába kerüljenek.